Sziasztok, következő bemutató videónk egy ASRock X57 Tai Chi Razer Edition-os alaplap lesz. Ez egy Razer Chroma RGB-s világítású alaplap Ryzen processzorokhoz. HDMI Ready is, így néz ki a doboza. Elég drága volt, 130 valamennyi. Itt vagy, mik vannak benne? Dual RGB headers, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Killer 2,5 GB-os LAN, 3 portos USB, aluminium hátlap, nagy teljesítmű elektronikai cuccok vannak benne, PCI Express 4, meg a lényeg a Razer Chroma RGB világítás. Látom, itt van a jó tálás benne, NVIDIA SLI technológia, crosswire-es, 3 év garancia, hát meg ilyenek. Razer Edition, Windows 10 64 bitesre felkészítve. De hát nézzük is meg, és akkor vontsuk ki, csak ezt egy kézzel biztos, hogy nem tudom, mert nagyon nagy doboza. Gyerekek, most jöttem rá, hogy ezt ki lehet nyitni. Ez olyan, mint egy könyv. Szóval ki is lehet venni, de ez csak így kinyithatós egy ilyen. Tehát itt érdekel, az itt el tudja olvasni, itt van, mit kell letölteni a világításhoz, meg honnan. Szóval mindegy, csak azért mutattam, mert most vettem észre, hogy ezt ki is lehet nyitni. Na, így néz ki, ez az alaplap, két fag volt benne, ez a másik fag, az egyikből a leírás, papírok, hú, van hozzá könyv, rendesen lemez. A másik dobozba pedig, tudjuk, csavarhúzó is van. Akkor adtak ilyen tépőzáros, akármi. USB kábel, Wi-Fi antenna, úgy látom. És ez is hat a kábel. Na hát, jön meg a kis izé M2 SSD-nek a csavarja. Na szóval ennyi lett volna az unboxing videó, hát most más nem tudok így elmondani. Most nem veszem ki, mert nem építem be. Ha tetszenek a videóim, akkor iratkozz fel a csatornámra, és nyomj egy lájkot. Még egyszer megmutatom a dobozát. A kurva jól néz ki. Hoppá! Gyerünk csak ide-vissza! Tadá! Sziasztok!